Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe 5-7 évenként újíts meg a teljes ingatlan portfóliód. Én írtam az Ingatlan Sámok című könyv első második részét, enyém az Ingatlan Sámok Klub, illetve vannak előadásaim Győrben. Gyere, nézd meg, mindegyik más ingatlan téma. Ezt még én sem csináltam meg maradéktalanul, tehát ez hozzátartozik az igazsághoz. Most ezt oktatom és nem csinálom, vagy nem csak csinálom. A nagy részével megcsináltam, de még mindig. Hát az első ingatlanom az ilyen, hát ilyen első gyerekként még megvan. Előbb-utóbb el fogom egyébként adni, de az ilyen kabalaszerű, hogy én nem tudom, hogyan mondjam nektek. De valójában ezt érdemes, és azért érdemes szerintem ezt megcsinálni, mert először felújítom én is, ugye bérlők is besegítenek, ki van festve, tényleg kezd egész szép lenni, kezd egész jól alakulni, és akkor egy idő múlva el fogsz jutni, most én ugye bérbeadással foglalkozok, ezt tudjátok, hogy a csúcsra érkezel. Tehát azt mondom, hogy ennél több pénzt, ha beleteszek, mert bele tudnék természetesen, akkor viszont a profitom, megtérülésem, bevételem nem fog nőni. Csak beleteszem, hogy itt a szebb legyen, vagy akármi. Annyi bérleti díjat kérek el, amennyit csak tudok, tehát sokkal többet ott sem tudnék kihozni, és ilyenkor értél el a csúcsra. Ez általában tényleg egy 5-7 év, ezt megéltem, tehát ezt onnan nyugodtan mondhatom. És akkor jön az embernek, hogy és a többit egyébként már értékesítettem is, vettem érte más természetesen, hogy igen, a csúcson adtam el, és ugye a csúcson kell hát kiszállni ebből a dologból, mert innen minden dolog, egy idő múlva fel kell újítani, most nem a falban lévő csöveket, mert persze azt megcsinál, az 20 évig biztos jó, vagy még tovább is, hogyha jó a szakember, aki betette, de külső kapcsolókat, világítást, radiátort, tehát egy csomó dolog, a burkolatokat, egy csomó dolgot egy idő múlva már én is látom, hogy most pont az első ingatlanomról beszélek, hogy hát itt ezt már ki kellene cserélni. Hú, meg ott azt is ki kellene cserélni, vagy a bútort lefóliázni, tehát ott azért már elkezdenek úgymond előjönni a dolgok. Ugye én az autóimat is akkor szoktam inkább lecserélni, amikor ilyen 10-20 ezreket ráköltök, ott kezdődik, és eljut az ember ilyen több százezer forintos dolgokig, és ott érik meg a dolog, hogy már nem éri meg. Tehát én is eladtam mondjuk az egyik kocsimat, és pontosan azért, mert már nem érte meg. Tehát annyit, mennyit, tehát az autószerelő anyagára mondott 900 ezer forintot, amit meg kellett volna csináltatnom, tehát akkor milliós tétel, de hát az a kocsi volt, nem tudom, 7 vagy 8 éves, tehát azt mondja, ez az árából, ha holnap eladom, akkor se hozom ki. És ilyenkor van az, hogy hát igen, az ember akkor eladja azt a kocsit, mert nincs értelme rákölteni, és az ingatlannal is el tudsz ide jutni. Én is itt, hogy azt mondja, hogy kerítés kellene kicseréltetni az egészet, de az mondjuk 2-3 millió forint, hogy ha beleteszem, jó, kicseréltem a kerítést, lesz egy szép kerítésem, de sem az ingatlan árában nem tudom érvényesíteni, sem a bérleti díjban. És ilyenkor van az, hogy hoppa, akkor lehet, hogy eljutottam a csúcsra, kivettem belőle mindent, amit eddig tudtam, és akkor valójában akkor tényleg az eladás van, és majd az új tulaj majd megcsinálja a kerítést, meg amit még akar hozzá. Tehát ezek tényleg ilyen dolgok. Úgyhogy én azt mondom, amikor befektető vagy ingatlan befektető, megtarthatod attól még, tehát nagy félreértsé, nem lebeszélni akarnak, de könnyen lehet, ha ki akarsz szállni, akkor egy 5-7 év múlva tudsz a csúcson kiszállni, mert legtöbb ember, akitől én vettem az ingatlanomat például, hát amikor már lefelé ment és már nem foglalkozott senki a házzal, már nem lakott benne senki 2 éve, akkor értékesítette, akkor akarta értékesíteni, és bizony hogy járt, hát nem kell mondanom, nyilván tudhatod, hogyha én veszem meg az ingatlanát, hogy akkor az neki nem volt annyira, hát a piaci árat sem kapta, meg maradjunk így ennyibe. De pontosan ezért, mert ő már lejtmenetből, már szabadulni akart tőle, ő már utálta, neki ez gond volt, egy nyűg volt, ő már nem a csúcson szállt ki, és akkor annyit megtanulsz ebből a videóból, hogy igenis a csúcson érdemes abba hagyni, a csúcson érdemes kiszállni. Az ingatlan befektetésnél ez az 5-7 évet látom én ugye gyakorlatban, hogy nagyjából ott vagyok a csúcson, akkor ha ki akarsz szállni, akkor ott kell. Ha nem, akkor azt mondom, figyelj, nem költök rá többet, így ahogy van, kiadom, onnantól csak pereg a pénz, tehát az is egy jó üzleti stratégia lehet, tehát ezzel sincsen baj természetesen, de a legtöbb pénzzel mindig itt tudsz, egy ilyen 5-7 év után tudsz tényleg kiszállni, de nyilván, hogy jó bérlők kellenek, meg van ennek egy csomó kritériuma, tehát erre most így nem térek ki, van elég oktatóanyagom így is, de tényleg ez az 5-7 év. Vagy pedig utána azt mondod, hogy még 20 év múlva is ezt hozza a pénzt, enni nem kér,
onnantól akkor szuper. Vagy ez jó? Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni. Ha igen, akkor nyomj egy lájkot, illetve inkább iratkozz fel a hírlevelemre, mert azzal hidd el, sokkal többet érsz, sokkal több ilyen ingatonos témában kapsz oktatóanyagot. Szia!